Szeretettel üdvözlök mindenkit, Ferkó Dániel vagyok, ez a Mintha tegnap történt volna, a Pesti TV történelmi oknyomozó magazinja. 101 éve, 1920. június 4-én írta alá a magyar küldöttség a békeszerződést a Nagy Trianon kastélyban, amely által az ország elvesztette területének több mint kétharmadát, népességének pedig 63,5%-át. Mintegy 3,2 millió magyar került a szomszédos államokhoz úgy, hogy a döntéshozók az etnikai elvet teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. Hogyan élték meg a trianoni katasztrófát Belhon, illetve az elszakadt részek magyarjai? Milyen hatásai voltak Trianonnak az ország történelmére, gazdaságára? 101 év elteltével a műsor első részében Holzer Gábor történésszel, a Trianon Múzeum munkatársával és Kő Artúrral, a Magyarságkutató Intézet történészével összegzünk az évfordulón. Aztán a brit királyi család múltja és jelene kerül górcső alá. Március elején exkluzív interjút adott Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfreynek, azóta ettől hangos a bulvársajtó. A beszélgetés valódi társadalmi diskurzust indított el a Szigetországban a rasszizmusról és a monarchia létjogosultságáról. A mi kíváncsiságunkat is felkeltette, mi zajlott az elmúlt évtizedekben és zajlik jelenleg a színfalak mögött a brit uralkodó családban. A téma szakértőivel, Csorba Katalin és Micski Marianna protokoll tanácsadókkal beszélgetek a kulisszatitkokról. Érdemes lesz tehát velem tartani, izgalmas témáink vannak, már is kezdünk. Köszöntöm a stúdióban Kő Artúr és Holzer Gábor történészeket. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát 101 év, ez egy jó alkalom arra, hogy összegezzünk, túl vagyunk a centenáriumon. Mielőtt belecsapunk a beszélgetésbe, nézzünk meg egy rövid figyelemfelkeltő összefoglalót. Trianon. A magyar történelem sorsfordító fejezete. Napjainkig rengeteg érzelem, indulat és sok-sok tévhit kapcsolódik hozzá. Nézzük most meg a történelmi tényeket. Az első világháborút Magyarország vesztes országként fejezte be. Ekkorra már az osztrák-magyar monarchia széthullott, az érintett államok és az antant is önálló nemzetállamokban gondolkodtak ebben a térségben. A párizsi békekonferenciára 1920. januárjában érkezett a magyar küldöttség gróf Apponyi Albert vezetésével. A politikus a nagyhatalmak előtt megpróbálta legalább a többségében magyarok lakta területeket megvédeni, népszavazást kérve a hovatartozásról, de minden felvetése elutasításra talált. Valójában a végső döntést már 1919 nyarán meghozták a nagyhatalmak. A békeszerződés aláírására 1920. június 4-én a Trianon palotában került sor. A területi rendelkezések mindenki számára megdöbbentőek voltak. Az ország területe az addigi 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre csökkent. Ezzel Magyarország a területe kétharmadát elvesztette. A Felvidéket és Kárpátalját Csehszlovákiához, Erdélyt, Parciumot és a Bánát keleti részét Romániához, a Szerémséget, Bácskát, a Bánság nyugati részét és a Mura közt a szerb-horvát-szlovén királysághoz csatolták. Nyugaton pedig egy keskeny sávot, a későbbi Burgenlandot, Ausztriához. Népszavazást a nagyhatalmak egyesedben rendeltek el. 1921-ben Sopron és a környékbeli falvak a Magyarországhoz tartozást választották. Ezért kapta Sopron a leghűségesebb város nevet. 101 éve következett be tehát a trianoni katasztrófa. Artúr, induljunk talán onnan, hogy hogyan élték meg Belhon, illetve az elcsatolt területek magyarjai a trianoni katasztrófát. Igen, hát 1918 az első világháború befejezésének éve, mint vesztes ország fejeztük be a háborút, ami azért érdekes, mert nagyon gyorsan, tehát hetek alatt, hónapok alatt változott a helyzet, hogyha belegondolunk, 1918 elején még nagyon úgy tűnt, hogy a hármas szövetség országai nyerik meg a háborút. 18, ugye az év második fele azonban egy teljesen más fordulatot hozott. Nyilván itt be lehetne menni az okokba, hogy mi volt az ok, meg az okok. Hát a fő ok ugye, hogy csatlakozott egy olyan ország, ami gigagazdasággal, hatalmas nagy területtel, óriási népességgel csatlakozott a háborúhoz, ez az ugye az USA, és hát hogyha azt vesszük, ugye a fáradtság, évek óta lövészárkokban sínylődtek azok a
az országok katonái, akik ugye kezdettől fogva a háborúban részt vettek, és megérkezett a friss, gazdaságilag erős, friss emberekkel rendelkező USA, ezzel döntötte ugye a háború kimenetelét. Más kérdés, hogy ugye tudjuk, hogy Anglia óriás mértékű hiteleket vett fel az USA-tól, az USA pedig kénytelen volt a háborúba belépni, hiszen attól félt, hogy a hiteleket nem fizeti vissza Anglia. Megtörtént, hogy a háború befejeződött, és innentől kezdve általánosan a közhangulat számolt azzal a ténnyel, hogy itt sok jó Magyar Királyságra nem fog következni. Hát sajnos nem is lett jó, tehát sőt tragikus lett az egész. A Trianon Múzeumban jártam egyszer, és akkor vettem észre, hogy rengeteg relikvia van, illetve tárgy, ami arról szól, hogy ez az érzelmi sok, ez valójában mit jelentett? Hogyan próbálták kompenzálni az emberek ezt a traumát? Nehéz erre a kérdésre válaszolni, hiszen a trauma nem pont 1920-ban kezdődik, hanem már 1918 őszén, hiszen keleten Erdélybe bevonulnak a románok, északon a csehszlovákok, a csehek, illetve délen a szerb-francia haderők, így a megszállás már korábban elkezdődik, és ez a fajta sok hatás igazából csak csúcsosodik 1920. június 4-én. Igen, éppen ezért viszont érdekes, hogy ha kicsit tovább lépünk 18-ból, immár a trianoni trauma bekövetkezte után. Tudjuk, hogy a revízió az nagyon erősen élt az emberekben, nem csak a politikusokban, hanem az egész társadalomban. De talán beszéljünk egy kicsit arról, hogy akiket elcsatoltak. Nyilván ők másképp élték meg ezt az egészet, tehát nagyobb volt az ő fájdalmuk mondjuk egy Szatmár Németiben vagy egy Nagyváradon élő embernek, mint mondjuk aki Budapesten élte ezt? Tehát? Nyilvánvaló, hiszen csak gondoljunk bele Erdély életébe. 1918 után, a megszállás után a románok elkezdték megszervezni az ottani közigazgatást már is, és ennek következményeként ugye azok a magyar köztisztviselők, vagy akár gondolhatunk a vasutasokra, mind-mind el lettek bocsájtva az állásaikból, és azt román emberekkel töltötték be. Ez csak fokozódik majd 1920 után, amikor is, bár erre szabály nincsen, de a honvédelemben, a gazdasági életterületén, illetve a közigazgatásban nem engedték, hogy vezető tisztséget gyakoroljon magyar ember. A Trianon Múzeumban egyébként van egy kiállító terünk, ahol a vagon lakók életét mutatjuk be. Hát az már a következménye annak, hogy a vasutasokat elbocsájtották ugye a külhoni területekről, és ők családjaikkal együtt hazamenekültek, pontosabban Csonka-Magyarországra menekültek, és tudunk feljegyzéseket arról is, hogy valaki több mint 10 éven át ilyen vagonokban volt kénytelen élni, mert sem a magyar állam, se ők maguk nem tudták megoldani a lakhatását. Történelmünkre és gazdaságunkra milyen hatást gyakorolt Trianon a későbbiekre nézve? Hát óriási hatása volt. Mielőtt kitérnék rá, engedj meg két kiegészítő gondolatot. Egyrészt ugye a közhangulat 19-ben olyan szempontból is változik, hogy kezdetben hittük, hogy bármit is tehetünk ugye a vesztes országból adódó, fakadó tények ellen. Azonban ez nem sikerült, de hát nagy mértékben köszönhető annak, hogy még mások a békekonferencián képviseltetik magukat, illetve próbálják elérni azt, hogy minél jobb képviseletük legyen. Nekünk tekintettel arra, hogy egyrészt van egy viszonylag működésképtelen károlyi kormányunk, azt követően pedig a nyakunkba kapjuk Kumbéláikat és a kommunistákat, ilyen szempontból esélyünk sincs. Ugye 19 második felében, novemberben jön létre egy viszonylag működőképes, legitimnek mondható és valóban komoly tehetséges politikusokból álló kormány és garnitúra. Horthy ebben nagy szerepet játszik. Tehát viszonylag mi, és már 19 végén ugye az USA, aki korábban megkérdette azt a politikát, hogy legyen népszavazás, legyen önrendelkezés, ők már nincsenek jelen a konferencián. Tehát ilyen szempontból... Hát az igaz egyébként, hogy az USA nem ratifikálta a trianoni békediktátumot, legalábbis erről olvastam. Nem tudom, hogy ez jelentette bármit a számukra, bármi pozitívumot. Hát onnantól kezdve, hogy ugye az USA megnyerte a háborút, lényegében Európa politikájába nem akart beleszólni, ráadásul belpolitikai problémái is voltak, választás, belső küzdelem, tehát onnantól kezdve Európának a sorsát nem tartották elsődlegesnek.
képviselő útján ugye jelen vannak, de a maga az elnök Wilson visszatér Amerikába, innentől kezdve a nemzeti önrendelkezés gondolata, mint olyan, az csak egy vágyálom lesz számunkra, és hát igazából a közhangulat akkor változik meg, és akkor érezzük, hogy szinte tehetetlenek vagyunk, amiután ugye átéltük, vagy átszenvedtük a 133 napos proletár diktatúrát, és onnantól kezdve tudjuk, hogy nem sok jó következik. Igaz, hogy politikusaink, lásd Apponyi Albert, ugye egy rendkívül felkészült, tapasztalt, ha lehet így fogalmazni, tapasztalt róka kimegy, mindent főhasznál, visszük a vörös térképet, ugye Teleki Pál által szerkesztett csak térképet. Ha már a térképet említed, és egy kicsit a gazdaságról beszélve, sokan azt mondják történészek, hogy olyan, mintha levágták volna a kezét és a lábát ennek az országnak. Például a vasúti vonalainkat egy az egybe lenyesték. Olyan ásványkincsektől, bányáktól, például Erdélyben voltak, ezektől elestünk. Igen. Ennek mi lehet a következménye? Igen, tehát erről azt lehet mondani igazából, hogy onnantól kezdve, hogy aláírtuk a Trianon békediktátumot, a gazdaságunk nemhogy nulláról, hanem mínusz 100-ról indul. Mit értek ez alatt? Ahogy mondod, ugye megszűnik az a kereskedelmi egység egyrészt Magyarországon, ami addig mindig is működött a Felvidék és az Alföld, a Kárpátalja és az Alföld vonatkozásában. A valutánk az teljesen ugye elértéktelenedik. 1918 és 20 között háromféle koronát bocsájtanak ki, úgyhogy a pénzpiac az teljesen bizonytalan. A nyersanyagforrásaink nagy részét elveszítettük, lásd sóbányáink, ugye Erdélyben voltak, Magyarországon egy sem maradt, a vasérc készletünk csak 11%-a maradt Magyarországon, az erdeink 80%-a külhonban maradt, és sorolhatnánk tovább. Nem beszélve arról, hogy a világháború után óriási munkanélküliséggel néz szembe a magyar állam, ráadásul itt van még mintegy 400 000 menekült 1918 és 20 között, úgyhogy azt kell mondjuk, hogy a gazdaság az elég nagy kihatással van a következő 10-20 évünkre, amit rendbe kell tennünk ahhoz, hogy tovább tudjunk aztán lépni politikai életben is. Van egy összeállításunk, a történelemben nincs olyan, hogy mi lett volna, ha. Azonban a századik évforduló kapcsán voltak, akik eljátszottak a gondolattal. Nézzük meg most ezt. 2020. június 4-én van a trianoni békeszerződés századik évfordulója. 1920. június 4-én írták alá a Versailles-i Nagy Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes Antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés volt. Többek között az osztrák-magyar monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a szerb-horvát-szlovén királyság új határait. Ez a Mi lenne a következő része, és nézzük meg, mi történne, ha Nagy Magyarország újra megalakulna. Nagy Magyarország területe 325 000 négyzetkilométer lenne, a 71 megyével kibővülve. Európai államok közül területét nézve a 10. helyre kúszna fel, Lengyelország mögé. A legnagyobb veszteség ugye Szlovákiát érné, elvesztené a teljes területét, valamint a másik nagy szenvedő, értelemszerűen Románia, 103 000 négyzetkilométer csatolnának el tőle. Természetesen a fővárosa Budapest maradna. Az öt legnagyobb városa Budapest mellett még Zágráb, Pozsony, Kolozsvár, valamint Temesvár lenne. Ami ugye érdekesség, hogy az országon belül két időzóna jönne létre, mivel Erdélyben már plusz egy órás az eltérés. A régi Magyarország népessége megközelítőleg 27 millió főre bővülne, igen változatos nemzetiségi eloszlással. Európa szinten a lakosságot nézve a 10. helyre kapaszkodna fel, lengyel barátaink mögé. Nyilvánvalóan a magyarok lennének túlnyomó rész 40%-kal, követni őket a román 18%-kal, harmadik helyen a szlovák 16%-kal, a horvátok 9%-kal, végül a kárpátaljai térségből az ukránok 5%-kal. Hát érdekes, de talán fájdalmas is eljátszani ezzel a gondolattal, mi lett volna, de hát nyilván a századik évforduló az alkalmat teremtett ezekre az eseményekre. Ugye betleni konszolidáció rögtön Trianon után egy nagyon komoly újraépítkezés volt Magyarországon, de a revízió az végig ott maradt a célkeresztben, talán mind a mai napig. Szerintetek van realitása bármiféle revíziónak? Csak a történelem talaján állva tudnék néhány mondatot mondani ezzel kapcsolatban.
Ugye ma nem a trianoni békediktátum paragrafusai és pontjai vonatkoznak hazánkra és alakítják az ország határt, hanem a II. Világháborút lezáró 1947-es februárban megkötött párizsi békeszerződés. Ugye kikkel kötöttük a szerződést? Csehszlovákia, Románia, illetve Jugoszlávia. Na most ezek az országok, ezen országok közül kettő, és ugye a Szovjetunió Kárpátalja révén. Ezek az országok a rendszerváltáskor mind megszűntek. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy Csehszlovákia szétszakadt 1993. január 1-től külön működik Csehország és külön Szlovákia. A Szovjetunió felbomlott. Erdélyben 89-ben, illetve Romániában óriási forradalom robbant ki, megdőlt a Ceausescu rendszer, mindenki Bukarestre fókuszált, a bukaresti eseményeket követte nyomon. Jugoszlávia megszűnt. Tehát azt kell mondanunk, hogy történelmi lehetőségek voltak és lesznek is, ugye a történelmi kereke folyamatosan mozog, forog, lehetőségek vannak. A kérdés csak az, hogy éle az adott ország vezetése ezzel a lehetőséggel. Gábor? Igen, azzal egészíteném ki Artúrt, hogy két dologgal. Az egyik az, hogy Magyarország, Románia, illetve Szlovákia Európa Uniós csatlakozásával azért megnyílt valamiféle lehetőség a határok elhalványodására. Másrészt olyan telekommunikációs fejlődésen megyünk át, hogy ha más nem, virtuálisan legalább tudjuk tartani a kapcsolatot a külhoni magyarsággal, és elég szoros kapcsolat van a külhoni magyarsággal. A másik az, hogy ha revízióról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy először azért önmagunk revíziójáról is kellene beszélnünk, hiszen most gondoljunk csak bele, ha 101 év nem volt elég ahhoz, hogy a Magyarországon, csak a csonka Magyarországon belül széles társadalmi összefogást lássunk, vagy azt, hogy felül tudjuk vizsgálni, hogy egyáltalán... Mármint Trianon megítélését illetően. Így van, kérdezik. Így van. Hogyha mondjuk a történészek között sincs 20. századi történelem megítélésében konszenzus, akkor nem biztos, hogy nekünk ilyen széleskörű revíziókban kellene gondolkodnunk. Beszéljünk egy kicsit a történelem tanításról, hiszen te magad gyakorló, rólad tudom, Gáborról nem, hogy gyakorló gimnáziumi tanár vagy. Hogyan tanítják ma Magyarországon, illetve hogyan tanítják Szlovákiában, Szerbiában, Romániában, Trianon? Gondolom, hogy szoktál esetleg, vagy van olyan fórum, ahol beszélgetsz más nemzetiségű töri tanárokkal? Igen, hát a két pólus nyilván jól érzékelhető, nekünk tragédia, nekik végeredményében ugye egy ünnep. Nálunk, hogyha a Trianon előjön, akkor általában a érettségén inkább a gazdasági hatásait vizsgáljuk Trianonnak, ugyanakkor azt gondolom, hogy főleg az új történelmi tankönyvek nagyon jó lehetőséget kínálnak arra, hogy ne csak a gazdasági következményekről, hanem társadalmi következményekről, vagy ne adj Isten, mint ahogy említettük, a határon túli magyarság szempontjából is bemutassák a gyerekeknek Trianon fájdalmát. Persze természetesen nagyban függ ez attól, hogy az adott pedagógus miképpen dolgoztatja, vagy dolgozza föl a témát. Tehát ilyen tekintetben azt mondhatnám, utalva az előbbi, vagy az előttünk lévő kérdésre, hogy igazából szerintem ma már az lenne a cél, hogy valóban kialakítsunk egy társadalmi konszenzust arra vonatkozóan, hogy Trianon mit jelent nekünk magyaroknak. Hogy ez egy tragédia volt, mert ugye van, aki ezt tagadja. Pontosan, illetve... Egy történelmi szükségszerűségről beszélünk. Így van, illetve az lenne az elsődleges cél, hogy ne ismétlődjön meg egy 2004. december 5-e, tehát legyen egy általános társadalmi összefogás, illetve gondolat arra vonatkozóan, hogy Trianon tényleg egy tragédia, egy nemzetet sújtó tragédia, megjegyzem, amiből föl tudtunk állni. Tehát nem sokan fogadtak volna 1920. június 4-én, hogy a Magyar Királyság föl fog támadni halóporából. És megtörtént. Ebből is nyilván meríteni kell. Itt vagyunk, és hát, mint ahogy említettem, ezeket a történelm hozta lehetőséget, innentől kezdve, hogy van egy általános társadalmi konszenzus, ki kellene használni. Foglalkozik-e az átlag magyar ember Trianonnal? Mennyire foglalkozik vele? Mennyire van ott a köztudatban? A tavalyi évben a Trianon 100 MTA kutatócsoport készített egy felmérést erről egyébként, egy telefonos felmérést, bár a telefonos felmérésekkel azért van némi fenntartásom, mégiscsak könnyebb lenne, hogyha az utcán valakiket leszólítanánk, és ott adott helyben válaszolna, akkor kapnánk pontos képet, azt hiszem erről. Ez a felmérés egyébként azt világítja meg, hogy a telefonon megkérdezett embereknek a 43%-a tudta évszámhoz kötni a trianoni békeszerződést, 27%-a pedig pontosan be tudta lőni a dátumot,
dátumot. Viszont amikor megkérdezték az embereket annak részleteiről, ott már kezdődtek a gondok. Az is érdekes egyébként, hogy amikor a kutatás kitért arra, hogy állítsák sorrendbe, fontossági sorrendbe azokat a szemelvényeket az emberek, hogy mi az oka annak, hogy aláírtuk a trianoni békediktátumot, akkor első helyre a nagyhatalmak geopolitikai érdekeit helyezték, második helyre a közép-európai nemzetiségeknek az érdekeit, és szinte utolsó helyen szerepel a Károlyi féle kormányzat, illetve a tanácsköztársaság, mint ok, mint hozzávezető út. Artúr, te tanárként hogy látod, a diákok mennyire vannak képben Trianonnal? Szerintem egyre inkább most talán azzal kell küzdenünk, hogy hál' Istennek ugye június 4-e az összetartozás napja, és megemlékezünk erről a tragédiáról, hogy megértessük azt, hogy ez nem ünnep. Ugye általában a diák ünnepségeken vesz részt, március 15-e, augusztus 20, és annak a megértetése, hogy ez egy emlékezés, az összetartozás valóban, az összekapaszkodás napja, de mégsem örömünnep. Tehát nem ünnepi műsort rendezünk, hanem megemlékezést. Tehát itt van egy nagyon fontos teendőnk, illetve a kutatásnak az eredményét egy kicsit elemezve, ugye egy nagy dolog, hogy már tudják évszámhoz kötni a társadalom tagjai, tehát ez is egy nagy eredmény. Ugyanakkor az, hogy most a Károlyi kormány, illetve a tanácsköztársaság milyen hatása volt az eseményekre, nyilván azért nem tudják, hiszen a jelen pillanatban a megkérdezettek, és az a generáció ugye a Kádár korszakban nőtt föl, akkor tanult. Vagy nem tanult pontosabban Trianonról semmit, ezért fordulhatott elő, hogy a rendszerváltás követően, amikor megérkeztek a határnyitás után, Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről idejövő kiránduló határon túli testvéreink, akkor lerománozták, leszlovákozták, leszerbezték őket. Tehát ilyen tekintetben szerintem óriási eredményt értünk el eddig is. Természetesen van még mit csiszolni ezen. Artúr Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és emlékeztünk.